Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Az Arch Linux telepítése lesz ma a feladatunk. Terminálból nem kell megijedni, nem fogunk kilométer hosszú parancsokat beírogatni, hanem egy nagyon egyszerű scriptet fogunk használni. Ehhez le kell tölteni első körben a gyári Arch Linux telepítő CD-t, illetve DVD-t, az ISO fájlt, kiírni. Azaz első körben azt csináljuk, amit kell. Eddig is bármilyen telepítésnél letöltöttük és kiírtuk, illetve természetesen ezt sejthetitek, hogy én most jelenleg egy emulátorba fogom ezt véghez vinni. Miért? Mert nyilvánvalóan a natív telepítés felvétele nem olyan egyszerű, de nézzük is meg, miért is érdemes ezzel foglalkozni. A terminálos telepítés arról szól, hogy rengeteg parancsot, annak paramétereit kell beírogatni. Itt nem lesz olyan sok, kettő darab olyan parancsot kell beírni, ami egy kicsit hosszabb, pár paramétere van, de ezt Arch Linux alatt már megszoktuk, hiszen egy rendszerfrissítés, illetve adatbázis frissítés, így pontosabb, egy telepítés, majd a program elindítása nem fog senkinek gondot okozni. Az első gondolat természetesen az, hogy ez egy elütés veszély nélküli telepítés lesz, azaz terminálba nem tudsz elütni semmit, kiír mindent, hogy mit kell tenned, és kiírja a választást, nem sok mindent kell majd gépelned. Ez nagyon jó, és nagyon jó dolog az, hogy tiszta Arch rendszert kapsz, nem fog ez semmi egyebet feltelepíteni, csak ugyanazt telepíti fel neked, amit a Natur, a PUR, a tiszta Arch telepítő, terminálos telepítő felrakna, azaz nem ad hozzá semmi egyebet, mint amit te szeretnél. És el tudod dönteni, hogy esetleg egy minimál telepítést szeretnél, ami nagyon-nagyon kevés egy terminált kapsz, és azzal tudsz tovább építkezni, azaz nagyon szikár rendszert, és itt nem lehet azt mondani, hogy hű, ez milyen felfúvódott rendszer, jaj, melybe belenyúltak, milyen fölösleges dolgokat tettek. Akinek az a célja, hogy egy kisebb rendszert rakjon össze, vagy teljes mértékben testre szabja, a minimális nagyon jól lesz. A szerver természetesen a szerver üzemeltetőknek lesz kényelmes, villámgyorsan fel tudnak tolni egy szerver alapot. Illetve a középső dolog, a desktop, azaz az asztali rendszer nagyon-nagyon jól eltalálta a script készítője azt, hogy bizony vannak olyan emberek, akik nem egy minimál telepítésből szeretnének felépítkezni, hanem szeretnék azt, hogy mondjuk a KDE, a GNOME, a Cinnamon, a Mate, akármi XFCE, i3VM, mert ahhoz is van, és majd meglátjátok, hogy egy-egy kisebb asztali környezethez is készítettek előre konfigurált dolgot, azaz jól felismerték azt, hogy hát bizony, hogyha valaki egy i3-at szeretne használni, akkor nem feltétlenül azzal szeretné kezdeni a dolgokat, hogy először fölrakja az Xorgot, fölrak mindenféle függőséget, akármit, hanem szeretne egy kényelmes, de üres i3VM, vagy akármilyen asztali környezetet, alaptelepítést kapni, és utána majd ő el fogja dönteni, hogy arra mit telepít, vagy hogyan folytatja. Azaz kitalálták azt is, hogy ilyen középhaladóknak, vagy inkább úgy mondom lustább haladóknak, bizony rögtön ott legyen az asztali környezet, az ablakkezelő. A QEMU használatához első körben el kell készíteni a megfelelő image, tehát azt a virtuális gépet ezzel a parancssal. Nem hosszú, begépelheted, vagy felmész a magyar ácsos oldalra, és kimásolod a cikkből. Én is ezt szoktam csinálni. A következő dolog, hogy fogod az image-et, és bemásolod abba a könyvtárba, ahol ez az image van. A következő az image elindítása, szintén a megfelelő cikkből, amire én hivatkoztam a magyar ácsos oldalon, kimásolod az egész parancsort. Egyetlen egy dologra kell figyelni. Itt a memória méretet adjuk meg, 2 gigát adtam neki, nem szeretnék mondjuk egy 16 gigás, vagy 10 gigás, vagy 32 gigás gépen itten mutogatni, hogy milyen gyors. 2 gigáson is iszonyat gyors lesz az egész. A telepítés a másik, arra kell figyelni, hogy a CD-ROM mögött természetesen annak az ISO-nak, annak az image-nek a neve kell lenni, amit te letöltöttél, és praktikussági okokból én bemásoltam természetesen abba a könyvtárba, ahol a QEMU-s cuccaim vannak, és el is indítom. Leenterezzük, megkapjuk a hagyományos Arch Linux telepítési első képet.
Természetesen az Install médiumot, az elsőt fogjuk kiválasztani, és le fog futni a dolog. Picikét várni kell, ennyit. Egy csomó kiírás fog jönni, ahogy lehet látni, hogy szépen kirogat mindent, amit kell. Jellemzően oké lesz. Ez még nem az a script, amiről beszéltem, hanem ez természetesen még az eredeti gyári. Ezt kapod akkor, hogyha egy Arch Linux telepítő CD-t isod, bedugsz pendrive-on vagy egyéb, és akkor elindítod a telepítését. Nyilván nem szeretnénk mi itt hosszadalmasan azzal foglalkozni, hogy mit kell begépelni. Én azt mondom, hogy kövessétek a következő dolgot, sudo-val belépünk az emelt jogra, pacman kötőjel, erre figyeljetek, hogy angol billentyűzet lesz, a kötőjel, a mínuszjel, az természetesen nem a magyaron megszokott helyen van, a numerikus billentyűzet mínuszát használhatjátok, S betű és egy Y, és egy Y, látjátok, én is elütöttem, hát az élet itt az Y hirtelen elindul a frissítése, azaz az adatbázist felfrissítjük. A következő gondolat az, hogy felfele nyillal megkapjuk az előző parancsot, az Y-t kitöröljük, és beírjuk, hogy Arch install, és Enter, ha nem ütöttél el semmit, megkapod ezt a kis kiírást, egy minimális méretű dolgot le fogunk tölteni, installálunk a gépünkre, és Enter, Enter ütése után megkapjuk ezt, lefutott, mindent felrakott, amit kell, és utána megint fölfele nyíl, Home gomb, egy gyorsabb, semmi egyéb be is gépelhettem volna, de az elütés veszélye mindig nagy és ciki. Ha videóba ütögetem el a dolgokat, megkapjuk azt, hogy bizony kiírja nekünk, hogy milyen nyelv, ami nekünk nagyon tetszik, nekünk a 12-es lesz a kedvencünk, beírjuk, ide alul írjuk be, egy kicsit kényelmetlen, hogy ott lent a legszélén fogod megkapni a monitor alatt a kiírásokat, illetve beírási lehetőségeket, de hát nyilvánvalóan ez így lett elkészítve, nem grafikus felület. Azaz 12, Enter, 15-ös országba vagyunk, egyértelmű, ezt már fejből tudom, ami hungry, azaz magyar, oda olyat írsz be, amilyen neked tetszik, megint leenterezzük. A következő lépés szintén egyszerű, ki kell választani, hova kerüljön fel az Arch Linuxunk, erre iszonyatosan odafigyeljetek. Egy kis trükk, hogyha véletlenül még nagyon kezdők vagytok, és van egy nagyon picike kis technikai érzéketek, és hozzáfértek, én azt szoktam csinálni, hogy egyrészt a külső Winchestereket, pendrive-okat kiszedem, kivéve a telepítő médiát, és akkor arra hord biztos, hogy nem fogok telepíteni. Kettő, nekem úgy van összerakva a gépem, hogy ha kell, a Winchestereket le tudjam húzni, tehát kihúzom a kábelüket, és akkor arra sem lesz telepítve. Azaz lecsatlakoztatok minden olyan eszközt, amire nem akarok telepíteni, és fölöslegesen kilistázza, véletlenül elütöm, aztán balhé van. Mert a telepítés azzal kezdődik, hogy leformázza a célmédiát. Két lehetőség van a telepítésre, mindjárt meg fogom mutatni, de először is kiválasztjuk a kettest jelen pillanatban az SDA elnevezésű 30 GB-os Winchester emulátoromat, tehát ezt készítettük el, és ezt szeretnénk mi elkészíteni, leenterezzük, megnézzük, illetve megkérdezi azt, hogy milyen fájlrendszert szeretnél, kiválasztod. Hogyha nem vagy benne biztos, hogy az X4-es szeretnéd, illetve inkább úgy mondom, ha nem az X4-es szeretnéd, akkor nézz utána, hogy a többi mit tud, mennyivel több, mennyivel kevesebb. Természetesen nekem az X4 eddig is bevált, maradjunk annál. A következő lépés a rendszered titkosítása, a diszked titkosítása. Én ezt nem szeretném megtenni, gyakorlatilag gyorsabb ilyen próbálgatások, egyebek akkor, hogyha nincs titkosítás, nem 500 helyen, jó, nem 500, pár helyen nem kell megadni a jelszót, és ha nem szeretnél jelszót adni, akkor üresen hagyod, Enter tudsz. Ha jelszót szeretnél adni a rendszered lemezének a titkosításához, akkor természetesen beírod. A következő a hostname, tehát a géped neve az Arch lesz, ezt könnyű begépelni, adhatsz olyan hosszút, amilyet szeretnél, igazából semmi jelentősége nincs, amíg komolyabb hálózatba nem kerülsz. Leenterezed? Hát bizony szeretnél, hogyha megadná a root, azaz a főnöki jelszót,
Ezt jobb, hogyha megadod, létrehoz egy root, azaz egy emelt jogú rendszergazdai emberkét, egy felhasználót, és annak legyen jelszava. Én nem ilyen rövid, úgyis halljátok, három kattintás, három betűs tesztjelszót szoktam megadni. Ez azért van, mert az hot biztos, hogy nem felejtem el. Nyilván élő előadásba nem szeretném a megszokott, viszonylag hosszú és összetett jelszavaimat megmutogatni. Nem fogjátok látni, mert nem írja ki, de azért biztos, ami biztos. Tehát megadom az egyszerű három betűs jelszót, és még egyszer megadom, biztos, ami biztos, nincs-e elgépelve. A következő lépés az, hogy létrehozunk egy usert, egy sima mezzei felhasználót, aminek a neve lesz az, hogy Laci. Egyszerű, azt írsz be, amit akarsz, kisbetűvel kezdődjön, kisbetű legyen bent végig, nem kell cifrázni a dolgokat, ez a te saját felhasználod. Oké, azt mondja, hogy a Lacinak is jó lenne, hogyha adnál már egy jelszót. Itt is az egyszerűség kedvéért egy hárombetűs jelszót adok meg, három kattintást hallottátok, majd megerősítem, nem felejtjük el, és szeretnél-e szuper, azaz emelt jogot adni ennek az emberkének, magamnak, na, hogy szeretnék magamnak a felhasználói önmagamnak egy emelt jogot adni, én azért szeretek, mert így aztán mindenhez hozzá tudok férni. Nem kell itt különösebb beállítgatásokat, lépéseket tenni, ha nem így gondolkodsz, tehát hogy külön root legyen, és külön egy csökkentett jogú emberkéd legyen, akkor természetesen leütöd az Enter-t, hiszen a nagy N azt jelzi, hogy az az alapértelmezett. Oké, szeretnél még egyet létrehozni? Természetesen most nem szeretnék még egy felhasználót létrehozni, fölösleges tesztrendszer, egyébként ajánlott kettő alap felhasználót létrehozni, azért, mert hogyha egyikkel valamit, hát nagyon elkonfiguráltál, akkor még a másik működni fog. Oké, most jön a következő lépés, ami számunkra nagyon-nagyon kényelmes. Első dolog az, hogy eldöntöd, hogy desktop, azaz asztali felhasználó vagy minimális felhasználó, vagy azaz a minimális rendszert szeretnéd felrakni és arra majd építkezni. Ez azért haladóbb feladat, azért aki még X-orgot, egyebet nem rakosgatott fel, annak érdemes elgondolkodni, hogy nem a minimált, hanem a desktopot szeretné felrakosgatni, és azt az asztali környezetet, ablakkezelőt, amit ő szeret, szerver. Nyilvánvalóan, aki a szervereket telepít, az nem engem hallgat, szervert is föl tudsz rakni, azokat a dolgokat helyezi előtérbe, ami a szerver üzemeltetéséhez fontos, illetve egy natur üres X-orgot is fel tudsz rakosgatni. Nyilván mi desktop felhasználók vagyunk, akár tetszik, akár nem, ez a legjobban elterjedt dolog, nem a minimális telepítés. Egyes megütésével, leenterezésével megkérdezi, hogy hát bizony mi készítettünk neked 11 darab, 12 darab, mert nullával kezdődik, olyan előre elkészített minimális installációs ablakkezelőt, asztali környezetet, amivel te tudnál dolgozni, melyiket szeretnéd felrakatni, lehet látni, hogy itt azért eléggé tág, és ami nekem nagyon tetszik, az i3 is itt van, lehetne több is. De 12 közül ki tudod választani azt az alapot, ami neked kell. XFCE is van, Mate is van, KDE, GNOME, tehát ezek megvannak, azok, amiket megszoktak az emberek, Budge is van, illetve egyéb ilyen felület között válogathat. Hát legyen most, mivel régen láttam egy Cinemont, régen nem telepítettem, hiszen tudjátok, hogy i3-ast használok, és ha nem i3-ast használok, akkor Openbox-ot vagy XFCE-et, tehát nem mindig ugyanaz telepítgásuk, leütjük a kettest, kiválasztjuk, leenterezzük, szuper! Megmondjuk, hogy milyen a videókártyánk. Arra figyeljetek, hogy gyakorlatilag érdemes tudni, hogy mi a videókártyát. Kiegészítem. Érdemes átolcettig tudni, mi van abban a dobozban, amit számítógépnek hívunk, mert nagyon kényelmetlen, amikor azon kérdezgetnek az emberek, hogy hát szeretnék telepíteni valamit, és utána az első fórum kérdés, hát milyen a processzorod, milyen az akármit, milyen az eszközöd, mi az, amihez ezt telepíteni szeretnéd, és akkor az ember megkérdezi, hát azt meg honnan tudom megtudni. Hát vagy amit megvetted, arra le van írva a számládra, jó esetben, vagy az Inksy, vagy egyéb cuccol leolvastatod, kiolvastatod, hogy mi van a gépbe, és felírod, kinyomtatod, mert nagyon kellemetlen dolog az, hogy akkor kell kapkodni, hogy milyen
mondjuk Bluetooth pendrive szerűséged van, amit tudod, bedugsz a gépbe, aztán lesz Bluetooth vagy egyebet, ha nem tudod, jobb, hogyha felírod, és akkor már azonnal tudni fogod. Lényeg, eldöntjük, hogy bizony mi szeretnénk az összeset old telepíteni. Én az old telepítem, mert igazából az a legegyszerűbb egy virtuális gépre, hogyha nem kifejezetten virtuál box, hanem esetleg más, akkor az ollal fölmegy az egész, nem lesz ideális, de ez van. Egyes. Audio szerver. Az audio szervert ki tudod választani, hogy a pipevér vagy a pulze audio legyen. Hát én a pipevért fogom engedélyezni. Miért? Mert az újdonság nekem, mert nem azt használtam idáig. Föl fogjuk tenni. Oké, milyen kernelt szeretnél? Bocsánat, milyen kerneleket szeretnél fölrakosgatni? Alapesetben vagy az LTS-t szeretem javasolni, hosszan támogatott Linux kernelt felrakni. Miért? Mert az biztos, hogy hosszan támogatott, és abban a legkevesebb a hiba, a Linux pedig a jelenlegi legújabb, legszebb, illetve az ARS-ba alapértelmezett kernel kerül föl. A többire olvas utána, hogy micsoda, nyilvánvalóan egy kicsit átalakított kernelek, tesztelésre teljesen fölösleges más feltenni, mint a Linuxot, azaz az alapkernelünket, ez a rendszermag. És szeretnél-e egyéb csomagokat telepíteni, szépen kiírogathatod egymás után, hogy milyen programcsomagokat szeretnél még fölrakosgatni, árbizony egy space-szel, egy üres helyjel elválasztva szépen föl tudsz rakni akármit. Ahogy lehet látni, hogy bizony ez egy alaptelepítés lesz, nem fogjuk fölrakosgatni az összes programot, amit használunk. Én utólag egy scripttel szoktam azokat fölnyomatni, hiszen már volt a blogba szó, hogy lehet kinyomatni, kiíratni, így szebb kifejezés, a telepített csomagokat, kiíratja az ember, és az új rendszerre föl tudja rakosgatni. És mivel nem szeretnék telepíteni mást, mint az alaprendszert, a skiptet választom, azaz entert ütök, és azt mondja, hogy légy szíves kiválasztani, hogy melyik hálózati beállítást szeretnéd használni, hát a ISO rendszerben lévő dolgot, ami az ISO felismert, azt is bemásoltathatod, használjuk a Network Manager-t, használjuk. Természetesen ezt használjuk, és ezt fogom használni, és az egyes lenyomásával kiválasztottam, és utána szeretné, hogyha megadnád azt, hogy melyik időzónát használod. Be lehet gépelni, hogy Európa per Budapest, de én nem fogom most megtenni, mert biztos elütöm. Én most jelenleg az UTC-t fogom elfogadtatni. Egyéb szeretnéd az NTP-s szinkronizálást? Ja, ez egy internetes protokoll dolog, amivel te az atomórához igazíthatod, pontosíthatod a rendszeridődet, totál fölösleges, általános felhasználónak, de hát tegyük föl. Oké, kírja az egész hóbelebancot, meg tudod nézni, hogy hova telepítesz, mit csinálsz, átnézzük, hogy mit szeretnénk, és láthatóan bizony azokat a dolgokat beírogatta oda, amit kellett, mi beállítottuk, és Enter, azaz Enter, és folytatjuk. Hát bizony, most történik meg, amitől sokan idegesek lesznek utólag, ha nem figyeltek oda, hogy bizony leformázta a lemezemet, 30 giga virtuális dolog villámgyorsan megmegy, és látható a telepítés, elindul a telepítés olyan hosszú, amilyen gyors az interneted és a géped, nem lesz itt azzal probléma, hogy órákat itt tücsörögsz, látható, dobálja föl villámgyorsan a csomagokat, villámgyorsan le fog futni. Thank you.
után végzett, egy yes lenyomásával visszakapjuk a promptot. Nem gyorsítottam bele. Nem gyorsítottam bele a telepítésbe, ilyen gyorsan lezajlott az egész, tehát pár perc alatt fölrakja a rendszeredet, egy alaprendszer, és ezek után újra kell indítani a rendszert, kiveszed a pendrive-ot, a CD-t, és bebootoltatod a gépedet. Ezt én meg is fogom mindjárt csinálni a virtuális géppel, és meglátjuk, hogy mit is készítettünk. Virtuális gépet leállítottuk, leállította magát. A rendszer újraindítása itt nagyon egyszerű, ugyanazt a parancsort használjuk a kötőjel CD-ROM és mögötte lévő dolgok kivételével, mint amit eddig használtunk, leenterezzük, és utána el is indul, ugyanúgy fölbútol a virtuális gépünk, kidobja a bejelentkezési panelunkat, beírod a jelszót. Igen, tudom, jelen pillanatban eléggé egyszerűnek tűnik a rendszer, hiszen ilyen kis kockát, téglalapot ír ki, meg hogy milyen felhasználó, meg írt be a jelszavadat, ez nem a megszokott szép háttérkép, meg egyéb, de jelen pillanatban ez van beállítva. Nem raktunk oda még háttérképet, semmi egyebet nem rakosgatunk, nem diszítettük ki, egy minimál árcsot kaptunk, aminek az az előnye, hogy úgy szabott testre, ahogy akarod, megadom a három darab betűből álló titkos jelszavamat, nyilvánvalóan itt megfelel és enter, és elindul, ennyi. Aki írja át a bizony, a video driver az eléggé gagyi, meg hát jobb lenne, hogyha azért lenne is valami videokártyát, meg egyéb ilyesmiket kirogat, de lehet látni, szép asztali környezetet kaptunk. Igen, nem kell a terminálból egyesével felépíteni itt a te rendszeredet, úgy értem, hogy az ablakkezelőt, asztalkezelőt, asztali környezetet, hanem egy minimális telepítést kapsz. Mondjuk ki őszintén, egy szép Cinnamon alapot kapsz, nézzük is meg, hogy milyen dolgok vannak. Hát bizony, itt megnézzük azt, hogy milyen. A Nemo van, a Vim van fönt természetesen, meg egy virtuális billentyűzet, internet. Hát gyakorlatilag nagy nudli van fönt, tehát nem telepítettünk föl semmit, se torrent letöltő, se levelező, semmit. Nem majd az utólag. Én eldöntöm, hogy mi kell. Ez a tiszta, pur Arch-nak az előnye. Azt raksz fel, amit akarsz, hát bizony az eszközök, és hát nem a megszokott több millió eszköz fölrakása, egy hátop, egy printerbeállítás, terminál, na hát az terminál, az terminál, az kell, user és group, hát ennyi. Preference beállítások, itt azért a megfelelő általad felrakott rendszerhez, asztali környezethez való beállítások eszközeit azért fölrakja természetesen, és a helyek, hát home és a desktop asztal, ennyi, illetve természetesen az internetes konnekció megtörténet, semmi más, de az legalább valahogy kinéz, megkapod a panelt, ami hát mindenkinek a kedvence, kapsz háttérképet, sokaknak ez a legfontosabb, és utána megkapod a start menüt a megszokott beállítási lehetőségekkel, és mit kapunk hozzá? Egy terminál emulátort, és utána fölrakosgathatunk mindent, amit szeretnénk. Csak azt, amit mi szeretnénk, mert alapból itt nem fog felkerülni semmi extra, sem program, se szépészeti beállítás, se praktikussági beállítás, se plusz extrém scriptek, amiket például magyarás vagy egyéb, hanem csak natur, szép alaprendszert kapsz, és utána erre építkezhetsz. És senki nem mondja meg, hogy te most ezt nem egyesével begépelt parancsokkal, hanem egy scripttel, egy megfelelő Arch install elnevezési scripttel rakosgattad fel. És ahogy láttátok, hiszen az Arch Linux CD-jén nincs más bekötve, mármint tárolóként bekötve, csak a alaptárolók vannak bent, és abban bent van, azaz ez az Arch install script úgy lett belerakva magába az Arch rendszerbe, hogy az Arch készítői nem azt mondták, hogy az Aurba kerüljön bele, nem. Azt mondták, hogy ezért mi felelősséget vállalunk, és ennek a scriptnek, ennek a telepítési rendszernek a minősége megfelel a nagyon-nagyon-nagyon magas Arch minőségnek. Azaz egy megbízható cucc. Kösz szépen, sziasztok!